Na szevasztok, itt van a 10 legjobb, meg a 10 legrosszabb film 2019-ből. A legrosszabbak közül 12 lesz, mert azok annyira szarok voltak, hogy egyet sem bírtam kihagyni. Kezdjük is azzal. 12. legrosszabb átkozottul veszett sokkolóan gonosz és hitvány. Hát ez nagyon gagyi volt. Ez veszett? Meg gonosz? Ez a High School Musical-es hülye gyerek? A Jean-Claude Van Damme a Feláldozható 2-ben, na az gonosz volt. Egyébként is szerintem nem is csinált valójában semmi rosszat, hát akkor mutatniuk kellett volna a filmben, szóval még értelme sincs. 11. A Zöld Könyv. Na de most komolyan, csak azért, mert feka, meg buzi már szeretni kell? Viggo Mortensen meg miért ilyen szarokban szerepel? Miért nem rendes filmekben, mint a Hobbit? Az bezzeg nem vállalta el. Ő is befeküdt az Oscarnak. Szomorú. 10. Az Átkelés Madarai. Ezt a szart! Azt hittem valami jó kis kemény, drogcsempészes akciófilm lesz, ahol majd sokat lövöldöznek, mint a sebb helyekben. Na az egy faszafilm volt, de ez? Ebben csak pofázik mindenki, meg bámulják a tájat egy órán keresztül. Na pont ezért nem nézek művészfilmeket. 9. legrosszabb, Ad Astra. Jót aludtam rajta a moziban. Egyébként mi volt ez? Miért nincsenek már rendes sci-fik? Komolyan a Star Wars-ig kell várni minden évben, hogy az ember láthasson valami normális űrös lövöldözős filmet? 8. Az Aszfalt Királyai. Ez nem lett volna olyan rossz, mert tök király autós versenyek voltak benne, csak nekem Ferrari-m van, úgyhogy személyes sértésnek vettem a film üzenetét. Kapják be. Meg nem értettem, hogy akkor most azért játszott benne a Matt Damon, mert ő a Damon Hill, de erre semmi utalás nem történt, szóval szerintem ez is egy elég hülye film. 7. Toy Story 4. Az animációs filmek gyerekeknek valók, menjünk is tovább. 6. Volt egyszer egy Hollywood. Ja persze, csak azért, mert Tarantino már is álljak fél lábon, meg menjek le hídba. Ezt a rohadt dögunalmat komolyan. Miért kéne néznem negyed óráig, hogy Brad Pitt vezeti a szarkocsiját? Legalább egy Ferrari lenne, de még az se. Meg antennát szerel filmesztelenül? Most azt kéne néznem, ahogy ki van gyúrva? Nagy ügy. Én sokkal többet gyúrok, mint ő. Látszik, hogy nem megy jól a csávónak, ilyen szarokban játszik, mint ez meg az Ad Astra. Ő is befeküdt az Oscarnak. Mondjuk a vége az nem volt rossz, ott végre történt valami. De az év legrosszabb jelenete is ebben a filmben volt, amikor Brad Pitt legyőzi Bruce Lee-t. Hát hagyjuk már! Ezt a kamut Bruce Lee-t egyedül Chuck Norris győzte le, senki más. 5. legrosszabb Rocketman. Ezt az átbaszást! 2 órán keresztül néztem ezt a nyálas szart, és a csávó egyszer se alakult át rakétává. Egyszer sem! De persze az kiderült, hogy ez is buzi. Nagyszerű, kérem vissza a pénzem! 4. Házassági történet. Hülyeség az egész. Miért akarna bárki elválni Scarlett Johanssontól? Hát ha az én csajom lenne a Scarlett Johansson, akkor minden áldott nap félholták-e? 3. legrosszabb a Hőlégballon. Na jó, ez néha elég izgalmas volt, csak egy hülyeség az egész, mert arról szól, hogy egy család el akar szökni az NDK-ból. Hát akkor minek mentek oda? 2. legrosszabb, Joker. A Suicide Squad jobb volt, és az év legrosszabb filmje az Élősködők. Ez volt a legszarabb az összes közül. A gazdagokat köcsögöknek ábrázolja, holott ők adtak munkát a szegényeknek. Hát ha a gazdagok nem lettek volna, akkor a szaros pincében rohadtak volna az egész film alatt. Hálásaknak kellett volna lenniük, hogy az ő kocsiaikat vezethették, meg az ő kajájukat ehették a szar helyett, ami otthon van. És ez az Oscar film? Nem értem már ezt a világot. Jöjjön a 10 legjobb. 10. Hellboy. Na erről van szó. Végre rájöttek, hogy nem kell az a gagyiskodás, ami a régi részekben volt, amik régiek, tehát szarok, hanem végre van vér, meg sok akció, meg vér, meg a csaj a kaptárból, és a főszereplő csávó a Stranger Things-ben volt, úgyhogy bírom, és volt benne vér. 9. Star Wars Skywalker kora. Ez Star Wars, úgyhogy király. Palpatine is benne van. 8. A Dumbo. Elvittem rá a csajomat és neki tetszett. 7. A Bűn királynői. Ezt nem láttam, de biztos jó, mert azt a dagadt csajt én rohadtul bírom. Mindig hülyére röhögöm magam rajta. Volt az a filmje, amikor visszament az egyetemre és dugott a fiatal sráccal, meg amikor ő volt a főnöknő és szétfeszítették a száját. Hát az kurva jó volt. Meg melyik is volt az a filmje, amiben olyan sokat fingott? 6. Legjobb, Vihar előtt. Ez egy nagyon jó film volt. Sajnos nem tudom mindenkinek ajánlani, mert eléggé okos film, szóval gondolkodni kell hozzá, de olyan fordulat van a végén, hogy azt sose találod ki. Meg a Matthew McConaughey az játszott a csajom kedvenc filmjében, az ex-csajok szellemében, de itt még annál is jobb. Azért jó, hogy a csávó ilyen normális filmekben is játszik, nem csak oszkáros szarokban. 5. Kölcsönlakás. Nem nézek magyar filmeket, mert azok mind szarok, de ezzel kivételt tettem a Barátok köztes csaj miatt, és nem bántam meg. Igaz, hogy sokat kell rá várni, de jó a segge. Meg az Oroszlán Szonya is benne van. 4. legjobb, Supercella 3. Én minden Sylvester Stallone-s filmet szeretek, mert mindegyikben van sok akció, és ebben ráadásul a Dave Bautista is benne van, aki még jobb arc. Ez egy igazi, tökös, bevállalós akciófilm. Ilyeneket kellene csinálni a divatos, fiataloknak szóló szutykok helyett.
bár azért még mindig a második rész a kedvencem. Harmadik legjobb a Pompon Club. Ez egy kellemes meglepetés volt, ezt is a csajommal néztem, és azt hittem, hogy unni fogom, de rohadt jót röhögtem azon, ahogy a nyanyák táncoltak, meg a végén volt tanulság is, úgyhogy nagyon mély film. Második legjobb Men in Black a Föld körül. Hát ez egyértelmű, hogy ott van a legjobbak között, mert vicces, meg a Thor is benne van, aki a csajom kedvenc színésze. A legjobb poén a filmben az volt, amikor megdugta a csajt, és aztán kiderült, hogy ez egy polip. Hát azon mindenki röhögött. Ezt a filmet mindenkinek meg kéne néznie. Igazi változatos kalandfilm, mert van benne sok akció is, meg humor is, de azért cuki lények is vannak, meg mindig, ha történik valami komoly, akkor nem felejtik el elpoénkodni, szóval nem kell halálkomolyan venni, és akkor nagyon szórakoztató. És az első legjobb film 2019-ben a Macskák, hát ez kurva jó volt, végig be voltam tépve.